kellemes környezetben beszélgetünk. Herceg József volt járási és városi rendőrkapitánya, meg még egy csomó más beosztása is volt. Nem is beszélve az előzményekről, hogy hogyan lett rendőr, de most nem erről fogunk beszélni. Aki erre kíváncsi, nézze vissza korábbi műsorainkat, már erről megemlékeztünk, illetve az Ajkai Szóban is többször foglalkoztunk személyével is, és alkotásaival is, amelyek itt vannak mi, az asztalon előttünk. Ha ez látszik, akkor ez 5 darab könyv. Igen. Holott nem is egy bőtollú íróról beszélünk, hanem volt rendőrkapitányról, de hát valami miatt nyugdíjas éveinek nagy részét arra áldozza, hogy könyveket írjon. Az írástán nem is annyira időtrabló dolog, mert jó fogalmaz, mint bevallotta, hanem az adatgyűjtés az, ami igazán fontos ezeknek a könyveknek az összeállítása szempontjából, hiszen a részben saját élményeit is, vagy emlékeit is megírja, de mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy adatokat gyűjtsön, dokumentumokat gyűjtsön, mondani valóját dokumentumokkal támaszza alá, és ezekben a könyvekben bőségesen találunk ilyeneket, ami viszont rengeteg munkát és utánajárást igényel. De most maradjunk a legutóbbi könyvénél, a többiről már korábban beszéltünk, aminek a címe Szívlapáttal szórták az éveket, és hát szerénységemnek is van némi köze hozzá, de ön a szerző, az író, az ön fejéből pattant ki ez az ötlet, és ön áldozott éveket rá, tehát mondhatjuk, hogy összegyűjthesse ennek a könyvnek az alap információit. Mégis mi vitte rá arra, hogy ezt a, többi most tényleg nem beszélünk, hogy ezt a kötetet megírja, tehát Szívlapáttal szórták az éveket. Mi volt a személyes motiváció, mert volt biztosan elegendő, hogy munkázláson. Igen, családomban is volt olyan személyek, akik hát ebbe érintettek voltak. 56-ban hát kénytelenek voltak kimenekülni Magyarországról, a kádári megtorlás elől. De végül is a célom az volt, hogy a fiatalok megismerhessék, hogy mi volt, mi történt. Ugye Magyarországon, Budapesten komoly harcok folytak, és Budapesten kívül csak Veszprém vármegye, akkor mi megye akkor volt. Megye volt, meg az előtt volt vármegye, akkor igen, éppen megye Veszprém volt. Megyében két város volt, ahol komoly harcok folytak a szovjetek és a, hát a magyar felkelők között. Alpoltán hát egy kisebb harc folyt, de Veszprémben komoly háború folyt. És volt azért némi katonai erő is ebben, tehát néhány katona is hát úgy hogy gondolta, nem. Hogy Valpoltai honvédség nem állt, Valpoltai honvédség nem állt át a Fodor oldalára, de a veszprémi katonák azok egy az egybe, mind a három alakulat átállt a fodalmok mellé, és hát harcoltak, és sokan meg is haltak. Hát úgy 34-en haltak meg Veszprémben. Egyébként hadd ragadja meg az alkalmat, hogy elmondjam, hogy bőségesen adatolt könyvről beszélünk, név szerint felsorolja azokat a katonákat, akik ebben a szituációban életüket adták a szabadságért. Igen, tehát ha valaki kíváncsi, hogy pontos számra, meg pontos nevekre, akkor olvassa ezt a könyvet. Pontosan így van, a magyar katonákat is felsoroltam, és a szovjet katonákat is felsoroltam, akik meghaltak. Hát ők is áldozatok voltak. Mert 18 éves fejjel besózták őket, és idehozták őket meghalni. Ők is áldozatok voltak. Hát ilyen világ volt, és Magyarországon, Budapesten kívül csak Veszprém volt, ahol ilyen komoly harcok fegyveres voltak. Fegyveres konfliktus. Fegyverek eldőltek, vápolták. Repülőgépek bombáztak a várost, és hát felsorolom a meghalt személyeket, úgyhogy hát az orosz támadók eltúlozták a áldozatok számát. Ők 150, lehet, többet mondtak, de végül is 38 fő volt, aki hát meghalt. Igen. Hát hivatalosan. Ajkáról is szó esik ebben a könyvben, az ajkai eseményekről, amelyek korán sem voltak olyan viharosak, mint Bábortán vagy Veszprémben, de azért itt is történtek dolgok. Kicsiben. Hát itt békésen folytak az események Ajka a községben, akkor még község volt. 59-től lett Ajka. Igen, pontosan. És hát itt felvonulás volt, tüntetés volt, más. Szórólapozás. Igen. Meg hát volt egy fiatal ember, aki hát börtönből szabadult, ők egy pár lopásért volt becsukva,
és szabadulása után Amerikára került, és itt, hát ők plakátokat festettek a falra, és azon buktak meg, és hát került börtönbe. Most és akkor meg is szöktek, a nemecsári kapitányság fogdájában meg is szöktek. Biztos ugye, nem volt túl nagy a biztonsága. Hát volt azért, de ők 60 voltak egy cellába, és hát onnan szöktek meg. Ajtót kifeszítették, és a tetőn menekültek el, és nyugodtra akartak menni, de hát ott elfogták őket a határnál is. Most érdekes, hogy én most olvastam éppen egy AVH-ról szóló könyvet, tehát azért egyre kevésbé csodálkozom azon a padláslesöprésekről, ugye tudtam meg az AVH tevékenységéről is, hogy kirobbant ez a forradalom. Ön még gyerek volt ugye annak idején. 10 éves volt. 10 éves. De mégis mennyire viselte meg az ajkaiakat az élet, vagy egyszerűen csatlakoztak egy szabadságmozgalomhoz, és nem is annyira az elkeseredettség? Hát az igazság az, hogy meghalt 53-ban Sztálin, és akkor valami elindult az országba is. Aztán végül hát a Nagy Imreit leváltották, hát visszarendeződött a helyzet, és hát 56 az óvatatlanul be kellett következzen. Most a könyvben, hadd meséljem egy személyes élményemet, a nyomdász hölgyel, akivel kommunikáltam, ő mondta, hogy elolvasta a kéziratot, nagyon tetszett neki, sőt, hát javításokat is ejtett benne, amit nagyon szépen köszönök ezúttal is. Mert én is köszönöm, mert észrevettem, és köszönöm. Hogy is mondjam, félig meddig amatőr kiadásról van szó, hát én próbáltam én is korrektúrázni, de hát még akkor is maradtak benne hibák nyilvánvalóan. Szűcs Juditról van szó, egyébként megérdemli, hogy mondjuk a nevét, mert nagyon lelkesen a könyv kiadása mellé állt, és menedzselte is bizonyos vonatkozásban. Azt mondja, ő is találkozott a könyvben egy rokonának a nevével, akit annak idején Málenki robotra szállítottak Oroszországba, és alig várja, hogy megjelenjen a könyv, mert ez azért többet elmond arról korról szerintem, mint bármilyen regény. Hát igen, az egy érdekes korszak volt, és hát sok ember életét meghatározta. 56 az, hát nekem a családomban is, családomból többen kimentek nyugatra, és hát kint is maradtak. Ez mennyire befolyásolta a későbbi sorsát? Mert úgy gondolom, hogy a 60-as, 70-es években még számított, hogy kinek él nyugaton vendége, és nem elsősorban őt javasolt engem, kapitánynak. Mint fiatal nyomozó tisztet megfigyeltek. Tehát, mindenkit megfigyeltek. Engem sem figyeltek. Tudom, adataim. Ez nem vigasztaló. Igen. Nem voltunk megbízhatóak, nyugodtra sem értünk, és hát ez egy ilyen világ volt. Egyébként ajánlom mindenkinek, aki érdeklődik a korszak iránt, hogy regények mellett, amelyek azért születtek bőséggel, olvasni ilyen dokumentum jellegű, már szűkösebben rendelkezés álló dokumentum jellegű irodalmat is, mert nagyon sok összefüggést tapasztalat láthat benne, illetve az olvasmányait szerintem jobban átérezheti, ha ismeri azokat a számokat, adatokat, neveket, személyeket, akik áldozatul estek, és ebben a könyvben az ő személyes motivációikról is szó esik helyet. Én ezt az utolsó könyvemet, ezt tulajdonképpen a fiataloknak szántam, hogy olvassák el, tudják meg, hogy mi volt, mi történt, az az időszak milyen volt, hát ebből talán többet tapasztalhatnak meg. Borzasztó időszak volt az, a kádári megtorlás. Hát ugye Kádár Jánosnak az első időszaka az egy borzasztó hát, vérfürdő volt, közel 400 embert végeztek ki, hát ilyen a világon sehol nem történt. A később aztán a Kádár időszak az meglágyult, hogyne, őt a pápa fogadta meg, hát nyugodt is elismerte, de az időszak az nagyon kegyetlen volt. Igen, és nem akarom mentegetni Kádár János természetesen, mert nem is tisztem, de az biztos, hogy ha nem ő, akkor más elvégezte volna ezt a munkát, akkor a szovjet nyomás nehezedett a magyar politikára. Hát hogyne. Ugye ők, hát Kádár János a Nagy Imre belügyminisztere volt 56-ban, és november 1-én mentek ki Münich Ferenccel Moszkvába, és akkor átállt a másik oldalra. Vagy átállították. Hát. Vagy igen. Kérdés. Egyébként megfenyegették, mert neki nagyon sok bűne is volt. Hát a Rajk
Erbe is, feloszlatta ugye. a kommunista pártot például, nem? Igen. Ilyen csíntevés. A Reuterbe is neki nagyon komoly szerepe volt, és ő fétette az életét, és igabáltat, és hát ott találta meg a helyét. Igen, de ott valami természetes intelligencia szorult bele, bár egyik volt főnököm, ugye Panel Prolinak nevezte, ugyanakkor mégis Magyarország, de lehet, hogy Közép-Európa legnagyobb politikusává nőtte hát ki magát. Így van. Nem véletlen, neki köszönhetjük, hogy mi voltunk a legvidámabb barak annak igen, idején. Igen, tehát igen. Amit lehet, kimaxolt a helyzetben. Hát Kata János hát megbánta a bűneit, és egyébként Rákosi Mátyás, ugye, akit 53-ban száműztek Szovjetunióba felségével együtt, és soha nem jöttett haza. Bár hát, többször szeretett volna, jelezte, hogy ne, hát ő azt hitte, hogy szívesen visszavenni a igen, hatalmat. Igen, de hát végül is nem jött haza, és ő halottan jött haza, már csak olyan holttestét hozták haza. És hát a Kádár János nem engedte, hogy haza jöjjön. Neki ez egy borzasztó, kellemetlen figura volt. Tehát, hogyha lett volna Rákosi per, akkor az a Kádár per is. Tehát, igen, mert ugye őt például bebörtönözték annak idején, igen, tehát volt alap a konfliktusra. Visszatérve a könyv születésének körülményeire, átugrottam azt a részt, hogy rengeteg munkával járt, de hol történt ez a munka, az adatgyűjtés, mennyi időt vetett igénybe, mások segítették a munkáját? Hát másfél évet körülbelül Budapestre jártam a levéltárba, hatodik levéltárba és a Veszprém levéltárba, és hát nagyon sok munkába tellett ez lerogatni, lefénymásolni, kutatni aktákba, és hát a poros. Mennyire volt nehéz a kutatás? Tehát a körülmények mennyire segítették, vagy nem? Hát a levéltáros hölgyek, hát a szlejok alappal ők segítettek, és mindent előbányáztak, amit lehetett, és hát sikerült összeszedni azért az anyagot. Igénybe vette, úgymond hivatásos történészek, szakemberek segítségét az anyag összeállítása, az vagy teljesen saját? Ízése szerint rakta össze, én saját megtudom. Magam, saját meggyőződésem szerint adtam össze, és hát én, hát tudod, könnyű volt, mert én a bűnügyi munkám, igen, a bűnügyi adatot is, tehát a iratjegyzék, meg a többi, én tudtam, hogy hova kell nyúlni, és hát én szerencsés voltam ilyen szempontból, hogy mit hol találok meg. A gyanúscsort kiadnak, hát egyéb más iratok, tehát... Tehát az egész volt, igen, nyomozati igen. Munka, aztán nekem az otthonos volt. Szak. Igen, hát a bírói, meg a fejlelmi... Nyilván közvetlen tapasztalat arról nincs, igen, de ő önszolgáltatta, amikor adatokat igen, esetleg. Igen. Nagyon megviselt a buszai árpartnere. Hát ott őt kinoszták és éheztették az a szerencsétlen beteg béna embert, és az egy kegyetlen dolog volt. Igen, és hát ne felejtjük, hogy családja is volt, igen, akivel igen, tudták igen. zsarolni. Egészen biztosan igen, meg is tették, legalábbis a AVH-ról szóló könyvek ezt jelzik, hogy nem volt semmilyen eszközt. Amikor őt kivégezték, akkor a Margitka, 13 éves kislánya, 3 éves volt, és hát... Később sikerült találkoznom és beszélgetnem, és hát könyvemben is utalok rá. Úgyhogy... Igen, az idődött nyomdász, hogy mesélte, hogy azt a részt, ami Bruce-ról szól, ő megkönnyezte. Tehát annyira emberi módon van leírva, és annyira hiteles dolgok alátámasztva, hogy egyszerűen az érzelmein nem tud uralkodni. Hát engem is kicsit megviselt azért, kutatás közben, hát emberek vagyunk. Így van. Most ne haragudjon, hogy ilyen övön alatti kérdést teszek fel, hogy tervezte, hogy Brusznyi Árpádról magáról is ír egy monográfiát vagy könyvet? Most már nem, mert nagyon nehéz. Hogy mondjam, Veszprémben, hogy is hívják, milyen József, a Brusznyi Árpád, Sebő József, igen. Hát az a nagyszerű könyv, és hát én azt nem tudom felülmúlni, meg hát az mindent leírt, amit lehetett családról, és hát én lemondtam erről a szándékomról, más szeretnék majd. Igen. Na ez maradjon egyelőtt. Hát titok lesz, tehát majd... Ha most meghirdett, az felelőssége jár, mert várnák, akkor gyorsan igen, könyv megjelenését. Legalábbis akik az eddigi könyveit ismerik, ugye például egy kifejezetten ajkai ügyről is.
írt. Hát a Poldaki, igen, a Poldaki Padagi. bányászok, igen, hát szomorú történet Hamusics volt ügy. az, Hamusics, igen. Kivég, ő volt Jött ki és Magyarországon a végez. legutolsó politikai kivégzett, akit hát politikakban végeztek ki. Hát nyilván a példastatuálás nagyon fontos volt, és mert akkor ott igazából nem ölt meg senkit, nem... Nem, nem. Volt a szerencsétlen vasúti balását, senki nem halt meg, és hát őt... Egy vonatkisiklatás, igen, 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 igen. Volt szó. A szovjet szervét váltak, és hát egy magyar tárvonatot sikerült kisiklatni, és igen. Hát tükrözi az elkeseredettségét és elszántságát, és néhány társa is volt ebben az ügyben. 99-en voltak, és hát bányász emberek. Egy szomorú történet volt, és hát azért is annyi pletyka ment meg, hogy mondjam, rémhírek terjengtek az időben, hogy kutat mérgeztek, embereket akartak megölni, hát az soha nem volt. Most olvastam egy könyvet Cserhalmi Dávidtól, ott egy ilyen politikailag megbízhatatlanná vált ember, rásütötték, hogy gyilkos volt, megsebesített egy rendőrt, miközben kitört a börtönből, ebből egy szó sem volt igaz, de ez megjelent ugye a Szabad Névben, és az emberek jó része elhitte azért, hogy egy gyilkost köröznek, és meg is ijedtek, amikor igen, igen. találkoztak véletlenül vele. Most visszatérve erre a könyvre, ugye, ami néhány hete jelent meg, és reméljük még október 23-áig kitart, tehát az igazi évfordulóig, aminek nyomán ugye keletkeztek ezek az adatok, információk. Beszélgetett már néhány emberrel, gondolom, akikhez eljutott a könyv. Mi volt az ő véleményük, vagy adtak-e valamilyen... Dicsérték egyébként, alapos munkát adották, és igyekeztem is tényleg úgy leírni a dolgokat, tehát tényszerűen, hát egy közel 300 oldalas sok fotóval. Hát most Ajkán majd árulják a művelődési központba augusztus végétől. Ott lehet hozzájutni majd. Ott elérhető. Vagy keressék személyesen. Ön gondolom, hát, sok ismerőse van. Igen, igen, igen. Hát keresnek is, és hát... Áll rendelkezésükre. Esetleg egy beszélgetés keretében talán kifejti a... Úgy tudom, pápára meghívták. Igen, ugye? Pápára meghívtak. Ott már nagyon várják, hogy megjelenjen, és hát ott olvasassák. Hát valamikor pápai voltam. Igen. Pápai volt, és illetve ott dolgozott, igen, és hát úgy ott adták ki a könyveit is, ott igen, a pápai könyvtár. Igen, igen, igen. Segítség. Herman István barátom adta aki ki. Nyugdíjba ment. Igen, 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 igen. Úgyhogy most ez egy veszprémi nyomdában. Hát most egy új nyomda, úgyhogy örülök neki, hogy sikerült ezt így összehozni, és hát hálás vagyok a kiadónak. Ezt adja át majd a főszerkesztő. Ön a kiadó. Név szerint kiadja hát, Herceg József, igen, igen. meg a segítői, igen, igen, igen. akik azért voltak és segítők. Hát majd bízunk benne, hogy vásárolják majd. Reménykedjünk. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm. És jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen, köszönöm.